Forradalom és szabadságharc, Nyíregyháza több pontján is tartottak megemlékezéseket. Nemzeti ünnep, színes programsorozat várta március 15-én a város lakókat. Kiállítás Palotai Erzsébet alkotásaiból nyílt tárlata Nyíregyházi Egyetemen. Ünnepi hír összefoglaló a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Nyíregyházán már pénteken elkezdődtek az ünnepi megemlékezések. Március 11-én a Petőfi téren a 168 évvel ezelőtti eseményeket idézték fel a Kölcsey Ferenc gimnázium tanulói. Az ünneplők a költő szobránál emlékeztek meg az 1848-as eseményekről, és hajtottak fejet a szabadságharc hősei előtt. Ó, szabadság! Hadd nézzünk szemedbe! Oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjen által, mint kísértet, bolygott lelkünk a világban érted. Kerestünk mi égen, földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy örök, a többi mind bálvány, mely leroskod, egy ideig állván. Petőfi Sándor a Szabadsághoz című ódájával kezdődött az ünnepi megemlékezés a költőről elnevezett téren. Már hagyomány, hogy a város középiskolásai a Petőfi szobornál is felidézik az 1848-as eseményeket. Idén a Kölcsey Ferenc gimnázium tanulói állítottak össze zenés-irodalmi programot. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógusok a hagyományápolásra és a nemzeti ünnepekről való méltó megemlékezésre. Természetesen a történelem órákon a 11. évfolyamon ez hagyományosan a tananyag része. Irodalomból is tanulnak a gyerekek olyan műveket, magyar szerzők műveit, költők, írók műveit, amelyek az 1848-as eseményekhez és az azt követő megtorlásokhoz kapcsolódnak, és természetesen történelem órán kívül az osztályfőnöki órákon és az iskolai ünnepségen is a 48-as forradalomra emlékeztünk. A tanulókat dr. Buckóné Rangoni Klaudia és Bodnár Jánosné készítette fel az ünnepi műsorra. A tanárok azt mondták, Petőfi köré csoportosították a választott verseket és zeneműveket. A nemzeti hősről nem csupán mint költőről, hanem mint jeles történelmi szeméről is tanultak a diákok az iskolában. A fiatalok szerint meghatározó volt Petőfi a 48-as eseményekben, hiszen olyan morált és buzdítást adott az embereknek, amely akkor elengedhetetlen volt. A Kölcsey is tanulók kifejtették, Petőfi, ha most élne, csalódna a 21. századi fiatalokban, akikből hiányzik az összetartás és képtelenek arra, hogy együtt érvényesítsék akaratukat. Személy szerint úgy gondolom, hogy a mi korosztályunk az is pont a fiataloknak nagyon fontos megemlékezni arra, hogy mennyire összetartó ereje van ennek az ünnepnek, és meg kell emlékezni arra, hogy ebben a korban pont a fiatalok fogtak össze, és az összetartás, hogy milyen eredményt ért el, és hogy most annak köszönhetjük, hogy itt vagyunk, amit akkor azok a hősök tettek. Kétszer került meg Magyarországot, ha még egyszer seje haj megkerülhette volna. Magyarország senki rabja nem volna. A Petőfi téren a népdalok és kórusművek mellett elhangzott a nemzeti dal és a 12 pont is. Nyíregyháza alpolgármestere Jászai Menyhért ünnepi beszédében a 48-as hősök példaértékű egységéről beszélt. A 1848-as márciusi forradalomnak máig ható tanulságai vannak és eredményei, hiszen olyan polgári szabadságokat harcolt ki hazánk és a hazai függetlenséget, amelyet ma is őrizni kell és át kell adni gyermekeinknek örökül. Az, hogy itt a Petőfi téren ünneplünk minden ünnep előestéjén, az szimbolikus, hiszen maga Petőfi Sándor fiatal életével magának a forradalomnak és a szabadságharcnak egy szimbolikus alakjává vált, és az életét áldozta a szabadságért, és azt gondolom, hogy életművével, mint irodalmár, mint költő is nagyot alkotott, de mint harcos is keményen harcolt. A zenés irodalmi megemlékezést követően a megjelentek megkoszorúzták Petőfi mellszobrát, és fejet hajtottak a szabadságharc hősei előtt. Március 15-én ünnepi programsorozatot szerveztek Nyíregyházán, délelőtt a Kossuth téren ünnepségre várták a városlakókat, a József András Múzeumban pedig kokárdás napot tartottak.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére megtartott városi ünnepséget Nyíregyházán a hagyományoknak megfelelően a Kossuth téren rendezték meg. A rendezvényen dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere ünnepi beszédében azt mondta, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történelmünk egyik legmeghatározóbb eseménye, ami nagy hatással volt Nyíregyháza életére is. 168 éve büszkén emlékezünk ezen a napon, határon, innen és túl azokra, akik szembe mertek szállni az elnyomással, és ezzel megváltoztatták nemzetünk sorsát. A szabadságharc leveréséig és azt követően is sok áldozatot kellett hoznia, és megpróbáltatást kellett kiállnia ennek a városnak és lakosságának, de az áldozat nem volt hiába való. Dr. Kovács Ferenc hozzátette, minden korban meg kell vívnunk a magunk forradalmait. Míg 1848-ban a szabadság, egyenlőség és testvériség zászlaját tűztük ki Európa szerte, addig ma a globalizáció, a fenntarthatóság, a környezetvédelem, a társadalmak előregedése és a humanitárius katasztrófák megakadályozása a legégetőbb probléma. A nagy problémákat és kihívásokat csak összefogással, közös akarattal vagyunk képesek megoldani. Hogyan lehetünk hát méltó örökösei elődeinknek? Hogyan adhatjuk meg a kellő tiszteletet a márciusi forradalmároknak és méltó emlékezetet a szabadságharcosoknak? Erre egyetlen válasz van, meg kell védenünk és fent kell tartanunk a békét, a szabadságot, a biztonságot, a magyarságot. Március 15-e pedig évről évre a nemzet erejére, bátorságára és szabadságvágyára emlékeztet bennünket. Ez a bátorság mindig is ott volt a magyarokban. Ez az erő és bátorság az, ami ma is képesítesz bennünket arra, hogy Magyarország megvédje a határait és a polgárait. Ez az erő az alapja annak, hogy szépen gyarapodik az országunk, ahogyan a városunk is. 48 azt üzeni számunkra, legyünk erősek és bátrak. Nekünk itt és most, ebben a korban kell helytállnunk, építkeznünk és példát mutatnunk az utánunk következő nemzedékek számára. És eközben meg kell óvnunk örökségünket, meg kell becsülnünk és értékelnünk kell az eredményeinket. A tudósaink, a magyar sportolók és művészek sikereit, a magyar katonák és határőrök helytállását. Az élet bármely területéről legyen szó, bátorsággal és elszántsággal kell szembenéznünk a kihívásokkal. A Kossuth téren megtartott ünnepségen a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola diákjai léptek közönség elé. A középiskola zene és tánc tagozatos tanulói Magyarnak születtem című műsorukat mutatták be. Na jó, ha felvettél huszának, és lovat is adj, hogy én gyalog. Egyházi Művészeti Szakközépiskola ünnepi műsora után az ünnepség résztvevői a Kossuth szobornál koszorukat helyeztek el. Nyíregyházán a Józsa András Múzeum is színes programsorozattal ünnepelte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját. Az intézményben március 15-én kokárdás napot tartottak, az ünnepnapon ingyenes volt a látogatás. A legnagyobb szenzáció a múzeum udvarán felhangzó ágyúdörgés volt. A nagykátai honvértüzér hagyományőrző csapat ágyúja egy 1848-as ágyú hiteles másolata, 6 fontos, azaz 3 kilós golyó kilövésére képes. Most persze csak papírdarabok repültek ki a csőből, az ünnepnapon vaktöltéssel lőttek.
Úgy gondoltuk, hogy megmutatjuk Nyíregyháza közönségének, hogy milyen a tűzér egyenruha, és ha itt van egy ágyú, akkor olyan ágyú kellene, amiben mindenki meg, hogy mekkora szól ez az ágyú, egyáltalán hogy működik az ágyú, hogy néz ki, meg lehet simogatni, meg lehet nézni, a tűzérek kellett beszélgetni, tehát hogy úgy mondjam, munkában mutassuk meg az ágyúnak a működését. Hát most sikerült, mert amit láttuk, nagy közönség gyűlt össze a múzeum udvarán. A József András Múzeum március 15-én új időszaki kiállítással várta a látogatókat. A tárlat az ágyuk bömbölnek, hogy Reng a világ bele címet kapta. A kiállítás a szabadságharc tüzéreinek fegyvereit, többek között az osztrákoktól zsákmányolt három fontos ágyút, ágyugolyókat, repeszeket, ágyumaketteket, valamint Benczúr metszeteket mutatott be az érdeklődőknek. A múzeumban látogatók emellett bemutatókon és alkotó foglalkozásokon is részt vehettek. Az ünnepi programra sokan kíváncsiak voltak. Kislányok szétnézzenek, pici gyerekek, óvodások is, hogy élvezik. Ez sok látványosságot, újdonság számukra minden. A gyerekeket játékos programokkal várták, volt pacsmagoló, szimatoló, fürkésző és settenkedő is, ahol a kicsik Kossuth bankókat gyűjthettek. Tetszett az, amikor így bajuszokat meg kokárdákat kellett tenni az emberekre, meg amikor meg kellett keresni 7 márciusi ifjút, meg a Kossuth kifli az nagyon finom, és hát tetszett a szimatoló is, hogy olyan finom illatokat érezhettem, és hát összevonva minden tetszett. A múzeumban Pilvax kávéház is nyílt, ahol korabeli újságokkal, versezzen és történelmi visszaemlékezéssel, családi társasjátékkal, Kossuth kiflivel és zamatos teákkal várták a látogatókat. Oroson is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójáról. A településrész lakóit a Petőfi Parkba várták. A rendezvényen dr. Tirpák György önkormányzati képviselő mondott ünnepi beszédet. A szabadság az nem jön magától, azért meg kellett harcolni. Megharcoltak az őseink is, megharcoltak 1848-49-ben, megharcoltak 1956-ban, és sajnos azt kell mondanom, hogy meg kell harcolnunk a mai napon is. Mindazzal a uniós politikával, és ennyibe, csak ennyibe kívánom én ebbe beleszőni az aktuál politikát, amit ez a migráns invázió, migráns áradat jelent Európa számára, Magyarország számára, az európai kultúra számára, az európai lény számára, az európai keresztény hagyományok számára. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak ez kell, hogy legyen a tanúsága 48-49-es forradalomból és szabadságharcból, hogy a szabadságért a őseink a vérüket és az életüket adták nekünk, sokkal kevesebbet kell lennél meg kell megtenni, de amit úgy érezzük, hogy kötelességünk megtenni, azt feltétel nélkül tegyük meg. Palotai Erzsébet alkotásaiból nyílt kiállítása Nyíregyházi Egyetem könyvtár galériájában. A felsőoktatási intézmény egykori hallgatója egyedi stílusjegyekkel rendelkező képeit április 7-éig tekinthetik meg az érdeklődők. Mindjárt jönnek a részletek, előtte azonban nézzük a nap további híreit. Vasárnap délután riasztották a mentőket, a tűzoltókat és a rendőrséget, hogy a Bocskai utcai otthonukban élő idős házaspárt már napok óta nem látták a szomszédaik. A tűzoltók a lakásba bejutva mindkét idős szemét holtan találták, a rendőrség vizsgálja a körülményeket. Tegnap kora reggel ittas járművezető okozott balesetet Nagykálló és Nyíregyháza között. A gépjárművet vezető férfi átsodródott a szemben lévő forgalmi sávba, oldalára borult és fejtetőre állt a gépkocsijával. Az autó vezetője kisebb karcolásokkal úszta meg a balesetet, vele szemben eljárás indult. Forgalomkorlátozásra kell számítaniuk a közlekedőknek Nyíregyházán, a Sóstói út, Stadion utca, Krúdi Gyula utca kereszteződésénél. A Magyar Közút a csapadékvíz elvezető csatorna fedelek szintbe helyezését végzi. A munkálatok több napon át tartanak, az autósok az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás mellett haladhatnak. Palotai Erzsébet alkotásaiból nyílt kiállítás a Nyíregyházi Egyetem könyvtár galériájában. A felső oktatási intézmény egykori hallgatója egyedi stílusjegyekkel rendelkező képeit április 7-éig tekinthetik meg az érdeklődők.
Palotai Erzsébet életműve, hazai és külföldi kiállításai, elnyert díjai példaként állhatnak a Nyíregyházi Egyetem hallgatói előtt. A festőművész az egykori Bessenyei György tanárképző főiskolán kezdte meg felsőfokú tanulmányait, majd Egerbe vezette útja, ahol Blaskó János lett a mestere. Tanára mozaikja a mai napig díszíti az egyetem falát. Áttekintő kiállítása, több munkával töltött év válogatása. Leginkább pasztellel készült képei egy-egy művésztelep emlékét őrzik. Munkái leginkább enteriőrök, de megjelenik alkotásaiban a vallás is. A festőművész a kiállításra konkrét szempontok alapján válogatta ki képeit. Az első és legfontosabb szempont az az úgynevezett egykezűség. Tehát, hogyha végignézzük a képeket, akkor nagyjából lehessen sejteni, hogy ugyanaz az ember készítette az elsőt és az utolsót is. A másik, hogy a képek tudjanak egymás mellett létezni. Tehát amikor falra kerülnek, akkor úgy beszélgessenek egymással, hogy ne kioltsák egymás gondolatait, hanem inkább erősítsék, vagy mindegyik meg tudjon a maga nyelvén szólalni, mert különben nem tud szólni a befogadóhoz. A vizes bázisú festékeket a művésznő olyan bravúrosan használja a papíron, hogy alkotásainak levegője, atmoszférája lesz. Enteriőrjei élő, létező tereket hoznak létre. A Nyíregyházi Egyetem könyvtár galériájában megrendezett kiállítások évtizedes hagyománnyal bírnak. Olyan alkotók műveit vonultatják fel, akiktől a mindenkori hallgatók tanulni tudnak. Igyekszünk olyan művészeket meghívni, akik valamilyen módon kapcsolódnak egyrészt a mi intézményünkhöz, másrészt pedig, ami fontosabb ennél, beleilleszkedik a tanítási struktúránkba, illetve emberileg, művészileg példaadók lehetnek. Palotai Erzsébet kiállítását április 7-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Nyíregyházi Egyetem könyvtár galériájában. Megkezdődik a rájátszás a női röplabda bajnokságban. A Fátum Nyíregyháza Vasas ellen harcol a legjobb négy közé kerülésért. A nyírségiek idegenben kezdik a párharcot. A bajnokságban nem, a Mevza Ligában viszont nyerni tudott a Fátum Nyíregyháza a Vasas ellen. A női röplabdásokra nehéz meccsek várnak, mivel az angyalföldiek a második helyen zárták az alapszakaszt, így ők kezdhetnek hazai pályán, és ha szükséges, a mindent eldöntő harmadik találkozót is a fővárosban tartják. A nyíregyháziaknál a legfontosabb kérdés az, játszhat-e a sérüléssel bajlódó Nelmaira Valdez, illetve Debora Araújo. Folyamatosan vezetjük őket vissza a sportolásba. Én azt gondolom, hogy amire szükségünk lesz rá addigra mind a ketten, ha nem is 100, de 80 feletti százalékos erőállapotban lesznek. Elkezdték már az edzéseket, és Kaposváron a Debora már kapott is egy szett játék lehetőséget. Mindkét csapatnál négy dél-amerikai játékos van a keretben, közülük csak hárman szerepelhetnek, így kulcsfontosságú, jól döntenek-e a szakvezetők a kiválasztáskor. A Vasas az alapszakasz végén nem nyújtott olyan kiegyensúlyozott teljesítményt, mint korábban, így a nyíregyháziak abban bíznak, sikerül őket meglepni már az első meccsen. A párharc március 16-án kezdődik idegenben, majd 18-án a Bemiskolában találkoznak a felek. A sorozat két nyert mérkőzésig tart, így amennyiben 1-1 az állás, 20-án ismét Budapesten randevúznak az együttesek. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Nyíregyházán már pénteken elkezdődtek az ünnepi megemlékezések. Március 11-én a Petőfi téren a 168 évvel ezelőtti eseményeket idézték fel a Kölcsey Ferenc gimnázium tanulói. Az ünneplők a költő szobránál emlékeztek meg az 1848-as eseményekről, és hajtottak fejet a szabadságharc hősei előtt. Március 15-én ünnepi programsorozatot szerveztek Nyíregyházán. Délelőtt a Kossuth téren ünnepségre várták a városlakókat, a Józsa András Múzeumban pedig kokárdás napot tartottak. Palotai Erzsébet alkotásaiból nyílt kiállítás a Nyíregyházi Egyetem könyvtár galériájában. A felső oktatási intézmény egykori hallgatója egyedi stílusjegyekkel rendelkező képeit április 7-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Ünnepi hírösszefoglalót láthattak itt a Nyíregyházi Televízióban. Szerdán már pár fokkal melegebb időben bízhatunk. A részletek mindjárt az időjárás jelentésben. Legfrissebb információkkal pedig szerda este ismét várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!